Megalakulásának 15. évfordulóját ünnepelte a Csallóközi csütörtöki játékvár játszóház. A jubileumot vidám játszóházzal tették emlékezetessé. A szervező játékvár játszóház polgári társulás nyári foglalkozásokat, különféle versenyeket és pöttömklubot is szervez a gyerekek számára. Tevékenysége azért is fontos, mert a Pozsonyhoz közeli település a magyarság egyik végvára. A társulás tagjai azt is szem előtt tartják, hogy a mobiltelefonok és az elektronikus játékok korában alternatívát kínáljanak a gyerekeknek. Láttuk, mint pedagógusok, hogy nagyon leköti a gyerekeket, és akkor mi próbáltuk ezt ellensúlyozni. Tehát az egyik ok ez volt, a másik pedig, hogy megpróbáltuk összefogni a falu gyerekeit, tehát egy közösséget teremteni, és azokat a gyerekeket is, akik ilyen vagy olyan oknál fogva nem a magyar iskolát látogatták, vagy vegyes házasság gyermekei voltak, megpróbáltuk neki kínálni a magyar nyelv ápolását, a magyar nemzeti kincseket, történelmi eseményeket, mert tehát versenyeink vannak, és azt gondolom, hogy nagyon sikeresen. A kézműves foglalkozásokba sok gyerek bekapcsolódott. Többek között agyagozásra, nemezelésre és kosárfonásra is volt lehetőség. Szeretek alkotni, most ilyen kosarat készítettem, aztán ott még festettem, és még ilyen ajtódíszeket csináltam. Tetszik, meg így lefoglal, és örülök, amikor kész van a alkotásom. A polgári társulás rendezvényei a szülők számára is jó lehetőséget kínálnak a találkozásra. Németh Iveta már a néhány kilométerre lévő Gombán lakik, azonban továbbra is Csallóközi csütörtökinek tartja magát, és családjával gyakran látogat el az itteni rendezvényekre. Nagyon jó hangulat. Általában innen vagyunk a faluból mindannyian, összes anyuka, apuka, úgyhogy gyerekkorunk óta ismerjük egymást, egy alapiskolába jártunk, és most egymás gyerkőceit látjuk felnőni, és jobban eltöltött szombat nehezen tudok elképzelni, úgyhogy próbálunk itt lenni mindig, amikor csak lehet. A gyerekeket Écsi Gyöngyi mesemondó az Élet kenyere című interaktív mesével szórakoztatta. A Csallóközi csütörtöki önkormányzat fontosnak tartja, hogy a község lakosai minél több ilyen és ehhez hasonló közösségi élményhez jussanak. Az összes polgári társulásnak nyújtunk segítséget önkormányzati szinten, és nyújtottunk. Itt is biztosítja az iskola elsősorban azt a helyiséget, azt a helyet, ahol az állandó foglalkozások folynak. Mi anyagi hozzájárulást tudunk a lehetőségeink szerint nyújtani. Általában hozzászoktunk, aki ha van éves kirándulás, az éves kiránduláshoz, az ilyen jubileumi ünnepekhez nyilvánvalóan a helységeket biztosítani tudjuk. Tehát támogatjuk a lehetőségeink szerint anyagiakban és nem anyagiakban is a szervezet működését. A rendezvényen a szervezők megköszönték a játszóházat támogató szervezetek, magánszemélyek és vállalkozók eddigi segítségét. A támogatók hosszú sorát és a gyerekek érdeklődését látva a játszóház jövője még sokáig biztosítottnak tűnik.